Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán a mai vasárnapi csiliben. De régen volt már ez a videótípus, és ma igen csak hangzatos címet kapott. Változások, változások és változások. Gyakorlatilag minden percben ugyanezt történik velünk, de velem most történt néhány olyan Nagyobb változás, amiről úgy gondoltam, hogy talán érdemes egy kicsit mesélni. Igazából, amikor erre a videóra gondoltam, hogy majd eljön a felvétel napja, ezerféleképpen elképzeltem, hogy majd hogyan fogom indítani a témát, hogyan fogom felvezetni. De egyszerűen nem, nem tudtam jegyzeteket készíteni belőlem, úgyhogy ugyanúgy, mint szinte az összes videóm, ez is egy improvizáció, és majd haladok az árral, és majd kialakulnak a dolgok, mert hogy annyira izgatott vagyok egyébként, hogy erről beszélgethetünk most, hogy megoszthatom azokat a dolgokat, amiket így megtanultam az utóbbi időben, hogy, hogy szinte szétfeszít a közléskényszer és az öröm. A mai alkalommal a telefonom a mikrofon, úgyhogy ezért van a kezemben, és ezért beszélek így hozzá. Ez most egy ilyen nagyon-nagyon laza megoldás, és nekem most pont erre volt szükségem. Tényleg azt érzem, hogy ezer éve nem találkoztunk. Tehát oké, okay, utoljára egy hónapja volt talán videó, de hogy valahogy annyira Távolinak érzem azt, hogy mikor volt utoljára olyan igazi videó. Nem csak muszájból vagy kötelező jelleggel, hanem úgy, ami úgy szívből jön, és ez a mai szívből jön. Egészen évvégéig szeretném, hogyha minden héten sikerülne találkoznunk, egy kicsit felzárkózni, és újra együtt pezsegni, mert nekem hiányzik ez az élmény, és talán többetek a kamera túloldalán ugyanúgy. Érzi, hogy, hogy talán neki is hiányzik egy kis beszélgetés. Nem szeretném, hogy egy oldalú legyen. Szóval szeretném, hogyha a kommentekben ti is írnátok nekem magatokról, hogyha esetleg ez a mai videó ma megmozgat bennetek valamit, tudtok ezzel együtt rezonálni, akkor szintén örülnék, hogyha arról is írnátok nekem. Nem kötelező, de nagyon örülnék. Szóval változások, te jó ég, ez az év a, még nincs vége. Hatalmas tanulópénz volt számomra minden szinten. Nagyon sokat tanultam másokról, nagyon sokat tanultam magamról, nagyon sokat tanultam a munkámról, hogy hogyan álljak dolgokhoz. És most nyilván leginkább az én élményeimről szeretnék beszélni. Nekem ebben az évben hatalmas célom volt az, hogy az életmódomat rendbe tegyem. Itt elsősorban az étkezésre és a mozgásra gondolok. Az étkezésben azt gondoltam, hogy én ú, mennyire jó leszek meg, hogy pá, patent minden, de azért voltak kétségeim, és ezért felkerestem egy szakembert, részt vettem egy dietetikai tanácsadáson, és hát hatalmas hiányosságokra derült fény. Olyan alap dolgok nem voltak az étkezési szokásaimban, vagy az étrendemben, ami nagyon sok minden befolyásolt a testem működésében. Például kiderült, hogy hatalmas fehérje deficitben vagyok. A laktózérzékenységem miatt amúgy is kevés tejterméket fogyasztottam, itt Szaudarábiában pedig csak laktózmentes tejet lehet kapni, tehát minden más egyéb tejtermék így kizáródott. A húsfogyasztásom sem volt túl sok, alapvetően a magvakat nem fogyasztottam, tehát elég hamar kijött így a beszélgetés során, hogy oké, okay, hogy bizonyos okok miatt nem lehet például ebből az anyagcsoportból fehérjéhez jutni, de akkor mi mással pótlom? És kiderült, hogy nem pótlom semmivel. Ez például egy a sok közül. És elkezdtem tudatosan odafigyelni ezekre a dolgokra, sokkal jobban érzem magam. Elkezdtem megfelelőbb vitaminokat szedni, nagyobb dózisokban, és szintén azt érzem, hogy sokkal jobban érzem magam. Azóta napi szinten írom, hogy mit eszem. Rendszeresen konzultálok a dietetikusommal, hogy min lehetne javítani, mi az, amiből több kell. Mióta itt élünk, és nem tudunk végsüteményeket venni, olyan egyszerűen, mint annó otthon, vagy egyáltalán nincs zsemle, kifli, úgy, mint otthon. A legközelebbi bolt is 15 kilométerre van, tehát, hogy egy csomó szokásunkat is át kellett alakítanunk, és így kezdtünk bele például a házi kenyér sütésébe. Felmerült az igény, és azt meg kellett valahogy oldani. És akkor elkezdtünk kísérletezni. Leginkább a férjem az, aki ennek a szakértőjévé vált, és elképesztő tésztákat készít. Többségében abból pita lesz, vagy pizza, de ugye akár kis kenyér is. Például ott is a lisztet lecseréltük úgy, hogy teljes kiörlésűvel mixeljük egy bizonyos arányban. És apró lépés, egy apró döntés, de mégis hatalmas jelentősége van hosszú távon. Végre megtaláltam azokat a gyümölcsöket, amiket szeretek, amiket örömmel eszem, mert mindig kínszenvedés volt az alma, a banán. Szeretem ezeket a gyümölcsöket, de kínszenvedés. Biztos, hogy nem vagyok egyedül ezzel, hogy muszájból leszi az ember, mert, 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 meg kell enni. És most végre itt lehetőségem volt arra, hogy, hogy megismerjem, milyen a, a mangó, az igazi mangó, az isteni finom mangó. Ki kellett tapasztalni, ki kellett próbálgatni egy csomó mindent, amíg, amíg rájöttem. És az, hogy most ezt így rendbe tettem, ez egy hatalmas megnyúlás és boldogság. A sport az meg egy olyan dolog, hogy az én gyerekkoromban ez nem volt egy, ez egy olyan tevékenység, ami, ami úgy beleépült volna a mindennapunkban. Oké, okay, az óvodában, az általános iskolában, gimnáziumban, sőt még egyetemen is voltak testnevelés órák, sportfoglalkozások, de ezek tantárgy szinten kötelező programok voltak az életemben. És soha nem volt meg az, hogy a sport az lehet egy örömforrás, az egy olyan dolog, hogy én azzal, hogy sportolok tudatosan x alkalommal egy héten, azzal karban tartom a testem, az elmém. Már felnőttként is persze jártam sportolni edzőterembe, de nagyon-nagyon nyögvegyenlős volt, nagyon kötelező jellegű volt, nem is igazán élveztem, és mondjuk akkor eredményeket sem láttam a végén. És amikor ezt így agyban át tudtam kapcsolni, hogy miért fontos a sport, hogy mit nyerek azáltal, hogy én ezt berendszeresítem az életembe, azóta alig várom, hogy eljön az edzés napja. Például ma is egy edzési nap lesz, és én már alig várom, hogy menjünk és csinálhassam a feladatokat. Nagyon sokáig nem értettem, hogy emberek miről beszélnek ezzel kapcsolatban, hogy hogy lehet, hogy lehet élvezni a sportot, hogy lehet itt jó leső fáradtságot érezni, és, és már értem. Már értem, hogy miről van szó. De ez is egy, egy agy, Agyban eldőlő szituáció volt, meg nyilván az igény arra, hogy láttam magam, hogy máshogy nézek ki, mint korábban. Ezer éve itt vagyok a YouTube-on, láttátok a kezdeti videókat, nem csak így fél alakból, hanem sokszor egész alakból is, én mindig nagyon-nagyon vékony voltam. Amikor jött a COVID ideje, akkor hát rengeteget ettem, unalomból is. Egy nagyon-nagyon vékony embernek plusz 6-8 kiló, az, az jelentős változást tud okozni a megjelenésében, és ez velem is így volt. És engem megrémisztett a változás. Én nagyon megijedtem akkor magamtól. Egész életemben ez a botkész, botláb, tényleg elöldeszk a hátul létsz, testalkaton volt, és, 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 aztán ez így megváltozott, és főleg ugye hastájékon, aztán már a, a, fejem is kétszer akkora lett, aztán a combom is nőtt, aztán már nem volt jó az a méret, amit egész életemben hordtam, és változtatni kellett, és, és tényleg, aki, aki egész életében vékony volt, annak ez a változás, ez, ez ijesztő, és én, én, én meg is ijedtem. És az a felismerés, amikor rájössz arra, hogy ezt te nem tudod egy-két héten belül visszacsinálni, nem tudsz visszaváltozni az eredeti állapotodba, hanem ide bele kell tenni a munkát, itt fel kell kelni a kanapéról, és azért dolgozni kell. Hát, akkor úgy lefagyott a mosoly az arcomról. Ez egy elég hullámvölgyekkel teli időszak volt egyébként, akkor jött az a fázis, hogy oké, okay. akkor én így, így, így elfogadtam, hogy ez így van, igen, változom, már nem vagyok 20 éves. Nem, nem olyan gyors az anyagcsere, nem tudok olyan gyorsan változtatni a testsúlyomon. Egyszerűen el kellett fogadnom, hogy ez így, ez így van, és így, így el is fogadtam. De aztán közben meg motoszkált bennem az, hogy, hogy tényleg ennyi, tehát hogy így nem tudok jobbat kihozni magamból. Tehát fiatal vagyok, egészséges vagyok, minden eszköz a rendelkezésemre áll, meg kell mozdulni és csinálni kell. Megmozdultam és elkezdtem csinálni láttam a változást. Ha, mi meglepő! És még jobban elkezdtem tetszeni magamnak. És itt is volt egy fordulat, hogy már nem szeretnék az a nagyon vékony Evelin lenni. Mert hogy volt egy sokkoló élményem, kerestem egy videót, több évvel ezelőtt készült, olyan 2017 18 körül, és a videó arról szól, hogy én uh, ott próbálok egy, egy gépet, és így körbe vagyok videózva. És megláttam magam, hogy én milyen csontésbőr, vékonyságú, vékony voltam, amit én akkor annó nem láttam meg, és én sokkot kaptam magamtól, és elsírtam magam szó szerint, hogy Úristen, ki volt az a lány? Nagyon-nagyon-nagyon nagyon meglepett így visszalátni magam. Teljesen elérzékenyültem a témán, még most is, és rájöttem, hogy. Én nem szeretnék már az az ember lenni. Én most nagyon-nagyon boldog vagyok azzal, hogy hogy nézek ki. Látom az izmokat a karomon, a, a combomon, hogy kockásodik a hasam, de közben formás a testem, és, és én nagyon jól érzem most benne magam. És minden alkalommal, amikor megyek az edzőterembe, Boldogsággal megyek, hogy én karban tarthatom ezt a testet. Mindezt a történetet úgy mesélem nektek, hogy nekem soha nem volt testképzavarom, soha nem volt problémám az evéssel, soha nem éreztem magam kevesebbnek senki miatt, de így, így ez a covidos változás, ez az eltonyult életmód, a rengeteg zabálás, az, az, az úgy hirtelen megváltoztatta a külsőmet, és akkor ott úgy megijedtem magamtól. Tehát, hogy ebben szerencsére nincs már más, és, és sikerült ezt így rendezni, de ez egy érdekes megtapasztalás volt. És tudjátok, amikor beszélek ezekről a dolgokról, akkor azért is örül a szívem, mert valós tapasztalatokat tudok átadni, hogy itt nem csak elméletben beszélek arról, hogy ó, változás, a hangzatos változás, de jó, lenne majd ez meg az, hanem, hogy most én úgy jöttem ide, hogy tényleg van mögötte munka, és erőfeszítés, és tudatosság, és nem egy hete kezdtem el, hanem több hónapja kezdtem el ezeket a dolgokat, és ez engem Hatalmas örömmel töltelés és inspirál a folytatásra. És ezt szeretem. Amikor amikor valaki úgy beszél a változásról, hogy, hogy mögé tette a munkát. És most én is úgy beszélek erről, hogy ott van mögötte a munka, és nyilván ezt csak én tudom én érzem. De ez nagyon-nagyon ez jó érzés. Na jó, oké, okay. ennyit erről a témáról. Térjünk át egy másik nagy topikra, amiben változás történt bennem az évben a ruhák, a vásárlási szokásaim. ha elegem van a ruhákból. Elegem van, hogy, hogy bemegyek az zarába, a mangóba. Azt gondolom, hogy veszek egy wow, de jó ruhát magamnak, ami hosszú ideig kiszolgál, aztán az ötödik viselés után bolyhosodik az anyag, és Gyakorlatilag használhatatlanná válik a drága ruha. Én imádom ezeket a boltokat, mert nagyon-nagyon eh, csinos ruhákat árulnak, de a minőségük egyszerűen eh, kritikán aluli. És eldöntöttem, hogy, hogy, hogy én ezzel most már kritikus leszek. Tehát, hogy így, így elég, elég volt. Abból is elég, hogy, hogy az összes anyag olcsó, gagyi hatású, alig lehet találni egy minőségi pamut ruhát például, egy pamut pólót, egy pamut pulcsit, hogy, hogy azért meg kell túrni a netet, hogy az ember megtalálja ezeket a még valóban anyagból készülő termékeket. Legyen kevesebb ruhám, de az minőségi legyen. Hajlandó vagyok többet fizetni érte, ha minőségi. És felvillanyoz engem most ez a téma is, hogy eljutottam erre a pontra, erre a fordulópontra, és igen, elkezdtem nézni a címkéket. Tényleg csak azért adok pénzt, ami például 100%-os pamut. Vagy nagy mennyiségben pamutot tartalmaz. Vagy olyan anyagból készült, ami, ami nem műanyag. Nem mérgező műanyag. Aztán persze jönnek velem szembe ezek a videók a TikTokon is, amikor lányok ugye ilyen feltáró riportot készítenek szinte arról, hogy, hogy tényleg a mai ruháknak a többsége hogy milyen mérgező anyagból készül az hogyan hat a hormonrendszerünkre, az egész testünkre, és, és én rájöttem, hogy Uram Isten, hát én ezt nem akarom, én ezt nem akarom. Elkezdtem ugye kutatgatni ruhák után feltúrni a vintidet például, átnézni, hogy ott, ott milyen dolgok vannak, hogy mondjuk, ha valami márkás ruhát szeretnék, akkor nem feltétlenül tervezem a boltban megvenni, hanem nekem megfelelő, használtan is jó állapotban, jó minőségben. És ezzel egy teljesen új szemlélet indult el. Nyilván ez kihat a munkámra is majd, mert szeretek ruhákat megmutatni, bemutatni, beszélni róluk. De most egy kicsit hogy kell majd ehhez is hozzáállnom. Egy másik nagyobb topik az a munka. Ebben az évben voltak olyan projektjeim, amelyek során másoknak is tudtam tartalmat készíteni. És nagyon érdekes volt más fejével gondolkodni, más stílusát felvéve. Tartalmakat kreálni, de ezek rengeteg-rengeteg időt vittek el, és ezért az én dolgaim, ami az Avianárállal kapcsolatosak, háttérbe szorultak. Na hát ez 2025-től nem így lesz. Uh, prioritás. Én vagyok az első, és utána jöhet minden más. És mindig gondolkodok ezeken a platformokon is. Tudjátok, hogy az Instát imádom, aktív is vagyok de nagyon jók ezek a videók is. Zárójel, nekem ez a beszélgetési formátum tetszik egyébként a legjobban, én ezt élvezem. Ha lehetne, az összes videóm vasárnapi csili lenne. <laughs> Tehát én, én, ezt, én, ezt, nagyon bírom. Igen, visszatérve, egy ilyen sevelet, se nélküle kapcsolat alakult ki az utóbbi években, hogy nyilván nem szeretném elengedni, mert tudom, hogy sokan vagytok itt, akik nagyon szeretik ezt a formátumot, és én is visszatérek a platformra, mert én is arra vágyom sokszor, hogy ne öt másodperces ingert érjen az agyam, hanem, hanem hogy ha meghallgassak egy beszélgetést valakivel, legyen az 20 perc, 30 perc, 40 perc, de hogy így egy történjen az a, az a valami, ne öt másodpercenként változzon. Szóval nekem is megvan az igényem erre, és tudom, hogy, hogy sokan, akik most ezt a videót nézitek, ti is ezt érzitek, hogy jó néha csak úgy, úgy random, lazába, egyszerűbb úgy hallgatni valakit, aki beszél dolgokról. A jövő évet tekintve nem tudom, hogy ez még így hogy legyen, remélem, hogy ez le fog ülepedni az év végéig, és, és akkor valami használható tervvel fogok tudni előállni, mert azért nehéz szívvel engedném ezt el. A TikTok, a TikTokot imádom nézni, de rájöttem, hogy én úgy a TikTokot csinálni, szeretek ötleteket meríteni onnan, de többségében inkább azt az ötletet az Instán csinálom meg, nem, nem a TikTokon. Szóval én így próbálkozom a TikTokkal, de, de nehéz. És hát az se segít az embernek, hogy ugye ott egy videó tényleg bárkihez elérhet. Míg itt te választottad meg azt, hogy meg akarod nézni ezt a videót, vagy az Instagramon is te döntöttél arról, hogy követed, a kis mindennapjaimat, és ezáltal eljutnak hozzád a tartalmak. A TikTok az nem a döntések kérdéséről szól. Ott akkor is kapsz az arcodba egy tartalmat, ha te azt nem akarod. És válogatás nélkül zúdul az arcodba minden. Nyilván van, aki ezen felül tud elemelkedni, és simán tovább tud görgetni, de van, aki nem. Nem tud, nem tud ezzel mit kezdeni, és neki feltétlenül ezt meg kell írnia, és általában, amikor ez a véleményezés történik, az ugye nem kultúrált módon történik, hanem úgy ilyen jó döféssel bele a, az ember lelkivilágába, és így rájöttem, hogy édes Istenem, hát nekem erre szükségem van? Nincs. Hát szabadon dönthetek ezek felől a dolgok felől, hogy mi az, amit, amit én így akarok, és mi az, amit uh, nem akarok. Ez az én játszóterem, én hozhatom meg a szabályokat. Szóval a TikTok az, az így, nem tudom, az lehetséges, hogy uh, Pihenőpályára kerül. Egyébként már így összeírtam a terveimet a következő évre, mit hogy szeretnék, megint bennem van a lelkesedés. És ez jó, mert ez a lelkesedés nagyon régóta nem volt már meg bennem. De ehhez rengeteg mindennek le kellett tisztulnia. Nyilván az is egy hatalmas lelki nyugalom, hogy egy olyan ember van mellettem, aki szeret, tisztel, megbecsül. Nyilván ez az embernek ad egy alap megnyugvást, És ez kihat mindenre. Most lett volna jó, hogyha készítem a jegyzeteket, mert biztos, hogy még ezer apróságról lehetett volna beszélni, és biztos vagyok benne, hogy még egy csomó dolgot nem érintettem, és majd amikor vágom ezt a videót, akkor eszembe jut, hogy ó, te jó ég, de hát erről is beszélhettem volna, vagy arról is beszélhettem volna, de szerintem az a lényeg átment, az ízelítőt átadtam, és azt hiszem elfogyott a szó a mai videóra, úgyhogy lassan-lassan úgyhogy búcsúzom. Tényleg, ahogy, ahogy, említettem, most az a célom, hogy az év végéig minden héten tudjunk találkozni, úgyhogy számíthattok mindig valami kis szösszenetre, és remélem, hogy akkor a következő videóban újra találkozunk. Úgyhogy addig is minden jót kívánok nektek, nagyon vigyázzatok magatokra, és tessék pezsegni. Ha van kedvetek, akkor pedig beszélgessünk a komment szekcióban. Addig is szép napot! Sziasztok!